Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és megérkezett a Samsung legkedveltebb középkategóriás mobiljának idei verziója, a Galaxy A55. Meg természetesen a Galaxy A35 is, de róla majd egy külön videóban fogok beszélni, összehasonlítva a tavalyi A54-gyel. Az új Galaxy A55-nél vannak azért látható és érezhető újdonságok is, jobb anyaghasználat, kicsit méretileg is nagyobb lett, megkapta a Knox Voltot, és egy vadi új processzort ismerhetünk meg benne, az Exynos 1480-at. De elég ez 195 ezer forintért? Főleg, hogy manapság már annyi opciód van, akár újonnan, akár használtan, akár hogyha például a Rejoy-on vásárolsz. Nézzük meg! A Samsungtól szokás szerint egy bubifóliában kaptam meg a telefon, de a kicsomagolás az nagyon hasonló élmény lesz, mint az ászlós mobiloknál. A dobozban mindössze egy USB 2.0-as adatkábelt fogsz kapni tartozékként. Négy színben érkezett hazánkba is, mindegyik király előtaggal, van a tengeriszkék, a jegeskék, a lila és a sárga. Nálam a király tengeriszkék van, amiben látni némi kéket, de első blikre azt mondtam volna rá, hogy inkább fekete. A tavalyi A34-et és az A54-et azért meg lehetett különböztetni, ha más nem, akkor a mérete alapján, most viszont teljesen egyformák. Az A55 anyaghasználatra egyébként sokkal jobb lett, a műanyag keretet alumíniumra cserélték, enyhén szálcsiszolt megjelenéssel, a gomboknál viszont kicsit megemelték a keretet, ez az, ami alapján meg lehet különböztetni és ismerni az idei szériát. Az előlap az most már Gorilla Glass Victus Plus, illetve a hátlap is Gorilla Glass üveg, szóval minőségben érezhető a fejlődés, de ami egyből feltűnt kézbevétel után, hogy eléggé sarkos, nincs úgy lekerekítve, mint például az S24. Azt nem mondom, hogy vágja a kezem, de azért érzem, hogy nem simul úgy a kezembe. Kicsit olyan, mint amikor az iPhone 12-t fogtam először. Viszont, ha tokban használod, akkor ez szokás szerint nem tényező. Ami változatlan, az az IP67-es por és vízálló tanúsítvány, a sztereó hangszórók, az eSIM támogatás és az adatkommunikációs szabványok, tehát továbbra is van Wi-Fi 6, 2.0-as USB-C és Bluetooth 5.3. Feloldani most is az optikai ujjlenyomatolvasóval és a 2D-s arcfelismeréssel lehet. A kijelző a nagyobb méretet leszámítva nem igazán változott, 6,6 hüvelykes Full HD Plus felbontású és 120 Hz-es Super AMOLED, HDR10 Plus támogatással és 1000 nit fényerővel, amit pontszerűen 1600 nitig fel lehet tornázni. Ezzel igazából eddig sem volt probléma, szép a megjelenítés, az élénk, illetve a természetes képernyőmódok között itt láthatóan vált, szóval nincs ilyen probléma. Van mindig aktív Always On kijelző, ami az árolt képernyő stílusához igazodik, a HDR tartalmakat is lejátsza, tehát tényleg nem lehet rá panasz. LTPO viszont nincsen, tehát a képfrissítés továbbra is 60 és 120 Hz között váltogat, ezt éppen hogy megkaptuk a kisebb S24-ekben is, szóval itt abszolút nem várom el. Esetleg a kávák méretén lehetett volna csökkenteni. A Samsung ugye az utóbbi időben nagyon ráment a szoftverre, illetve annak támogatására, és ezt egyre több készülékénél látjuk. A Galaxy A55 Android 14 alapú One UI 6.1-jel érkezett a piacra, amire 4 generációnyi Androidot és 5 év biztonsági frissítést ígérnek, csak mint a tavalyi szériánál. Amiben viszont egyedülálló a Galaxy A55, az a Seamless Update. Ezt a Google még 2016-ban vezette be, és hát a Samsung most jutott el oda, hogy ezt implementálja. A lényege, hogyha érkezik egy szoftverfrissítés, akkor azt egy másik partíción telepíti, tehát telepítés közben ugyanúgy használható a telefonod, és mindössze egy rövid újraindítás kell ahhoz, hogy frissüljön az új verzióra, de hát nem kell perceket várni ahhoz, hogy bevégezze a telepítést. Ha esetleg azon morfondírozol, hogy a One UI 6.1-jel vajon kapott-e AI funkciókat a Galaxy A55, hát sajnos rossz hírem van, ez továbbra is a zászlós család kiváltsága. Nincsenek AI háttérképek, generatív szerkesztés a galériában és bekarikázással keresés sem. Utóbbi kapcsán azért fura, hogy pont elvileg emiatt nem távolítható el gesztusos navigációnál az alsó sáv. Itt ez nem indokolja, a sáv az mégsem rejthető el, mint a korábbi galaxikban.
Amit az A55 is megkapott a MIUI 6.1 újdonságai közül, az a kettős felvétel, vagyis egyszerre tudsz videót felvenni az előlapi és a hátlapi kamerával. Az egyik legnagyobb változás a tavalyi modellhez képest az a processzor. A Galaxy A55 az egyetlen jelenleg a Samsung új Exynos 1480-as processzorával. Növeltek a magok órajelén, de ami talán érdekesebb, hogy a grafikus gyorsító most már egy RDNA 2 alapú XClipse 530, ami nem csak hogy erősebb körülbelül 30%-kal, de hardveres sugárkövetést is támogat. A processzorra tesztek alapján nagyjából 17%-kal lett erősebb az Exynos 1380-hoz képest, de a Geekbench, illetve az AnTuTu teszteredményeket nézve a Redmi Note 13 Pro Plus Dimensity 7200 Ultrájára is rá tud licitálni. Az erőteszten végig tartja a 4000 pont fölötti csúcs teljesítményt, közben a kamerák környékén azért melegszik, de egyáltalán nem vészes, még így tavasszal is kellemesen melegnek mondanám, ami hosszú távon is elviselhető. Az idei párosnál a szalag cím az a Nox volt, ami eddig a drágább készülékek kiváltsága volt. A lényege, hogy a telefonba beépítettek egy külön biztonsági csipet, gyakorlatilag egy teljesen elkülönített környezetben kerülnek tárolásra az érzékenyebb adatok, mint a jelszavak, a PIN-kódok, illetve a különböző azonosítók. Hogyha esetleg megpróbálják a csipet eltávolítani, megkerülni vagy feltörni, akkor az ott tárolt adatok automatikusan törlésre kerülnek, tehát az ilyen szélsőséges esetekben sem férnek hozzá az adataidhoz. Nem biztos, hogy gyakran előfordul ilyesmi, de ha igen, akkor ez jó, hogy van. A kamera kapcsán elég megúszós lett a sztori, ugyanis egy az egyben átemelték őket az A54-ről. Az 50 megapixeles főkamera optikailag stabilizált, a 12 megapixeles széleslátó autofókuszt most sem kapott, de erre az 5 megapixeles makrókamera jelenléte is ráerősít. Az előlapra is a már ismert 32 megapixeles fix fókuszú kamera került. A nappali képminőség kiváló, gyors, a képfeldolgozás sem tart sokáig, a képek részletesek, közelebbi kisebb területen is megtalálja a fókuszt, amivel láttam más mobilokat küzdeni. Optikai zoom az ugye nincsen, de a kétszeres szenzor zoomot is bátran lehet használni. A 123 fokos látószöggel a széleslátó képeibe tényleg sok minden belefér, színekben egyezik a főkamerával, talán kicsit kontrasztosabb, meg hát minőségben azért van különbség, főleg a széleken. Éjszaka a képeknél látszik, hogy mit ügyködött az algoritmus, erős a zajmentesítés, ami azért részletvesztéssel is jár. Végül van egy 5 megapixeles makró, ami minőségileg nem rossz, de még mindig azt mondom, hogy jobb lenne az autofókuszt beépíteni a széleslátóba, így a közeliek még jobbak lehetnének. Kicsit kétélű a helyzet, két kép erejéig összenéztem az S21 F-et és az A55-öt. Normál fényviszonyok mellett az A55 láthatóan túlszaturál, a piros jóval élénkebb, mint a valóságban. Sötétben viszont jobb munkát végez, mint az FE, aminek a képe zajosabb, illetve sötétebb is. Kamerában ugye nagyon hasonlít a tavalyihoz, főleg az elsődlegessel teljesen jó képek jönnek ki a telefonból. Videózni a fő, illetve a széleslátó kamera is tud 4K 30fps-ben is, ezek között rögzítés közben is lehet váltani, bár az átmenetre azért ráfér egy kis finomítás. Minden esetre ami jó hír, hogy a stabilizáláson videózásnál sokat javítottak, nem mozog be úgy a kép, mint annó az A54-nél. Az akkumulátor méret, illetve a töltési sebesség nem változott, ugyanúgy 5000 mAh, illetve 25 watt kizárólag vezetékkel. A teszten azért látjátok majd, hogy az azonos akkumulátor méret ellenére az üzemidő jobb lett, viszont a töltési sebességen 200 000 forintért már illene növelni, a 138 000 forintos Netting Phone 2A is tud 45 wattot, a Xiaomi-t meg ne is említsem. A teljes töltés az A55-tel nagyjából 1 óra. Az üzemidőteszten 14 óra 12 perc alatt merült 20% alá, ami szerintem remek eredmény, a tavalyi A54-en annak idején 12 óra 26 percet mértem, de hasonlóan végzett a Honor Magic 6 Pro és a Xiaomi 14 is. Az üzemidő tehát remek. Összegezzünk! Abból a szempontból abszolút nincsen okunk panaszra, hogy a Galaxy A55 a 195 000 forintos indulóárával 15 000 forinttal kedvezőbb rajtszámot kapott, mint az A54. Ehhez képest jobb lett az anyaghasználat, beépült a Nox volt, és korrekt az előrelépés processzorban is. A kamerák, illetve a töltési sebesség az ugye nem változott, szerintem utóbbira azért ráfért volna egy kis fejlesztés.
Igazából nincsen nagy csoda idén sem, szokásos táncfelvarrásról beszélünk. Nem sok új telefonra lehet azt mondani manapság, hogy induló áron bombavétel, és ez igazából az A55-re is igaz. Az operátori piacon nyilván lesznek vonzó kedvezmények, és egyébként nem is tántorítani kell senkit sem, mert alapvetően egy jól sikerült telefon az A55, nincsen vele semmi probléma, de a kártyafüggetlen piacon 200 ezer forintért azért vannak erősebb, bár nem feltétlen új versenyzők. Például a Xiaomi 13T nagyobb főkamerával, telefotóval, erősebb procival, gyorsabb töltéssel, de ezekben a magasságokban mozog a Nothing Phone 2 is, vezeték nélküli töltéssel és egyedi megjelenéssel. De ha ezért a pénzért a legjobb Samsung vételt keresed, akkor például a Rejoy.hu-n március 31-ig most 3 év garanciával felújított S23-at is kapsz, ami nem kerül annyival többe, mint amennyivel többet ér, de hasonló áron van Flip 4, S23 FE vagy jóval olcsóbban S21 FE is. A döntés természetesen a tiéd, de hogyha esetleg szétnéznél a Rejoy kínálatában, akkor a linket megtalálod a leírásban. Nos, ez lett volna a Galaxy A55, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor szokás szerint nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!